Szavasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon reggelen, délutánon, szokás szerint nemrég, hogy csak hazaértem a munkából, megzonyoztam, evidáltam és meg is borotválkoztam. Amúgy nem tudom, látod-e vagy nem, de mostanában az arcom kezd szebb lenni, legalábbis nem az, hogy szebb lenni, de nem olyan piros, nem tudom, ki emlékszik rá, vagy ki nem. Most már nem olyan piros, nem? Na mindjárt, elment azt, hogy ez a szárazabb idő is, vagy nem tudom, na mindjárt. Az a lényeg, hogy szebben nézek ki, legalábbis azt hiszem. Aztán lehet, hogy nem csak én látom így, de amúgy az arcom szerintem nem annyira piros, bár most megborotválkoztam, és borotválkozás után mindig egy picit pirosabb. Na mindjárt. Nem más csinálunk, mint elmegyünk ki a hajóhoz, ugyanis kész van az ajtó, az asztal, amit ugye múltkor csináltam, megmutatom nektek. A Davis nem iskolában, óvodában van, a Lucas iskolában van, úgyhogy én vagyok itthon egyedül. Én a feleségem, úgyhogy nem vagyok egyedül. És mi ketten a feleségemben gyorsan kimegyünk a hajóra, berakjuk az asztalt, meg az ajtót, fel kell egy pár dolgot rácsavarozni, de van hozzátok egy kérdésem. Mutatom. Itt vagyok a varázsban. Mutatom először az asztalt, hogy milyen lett, meg az ajtót. Itt az ajtó. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ki nem, hogy milyen volt. Most ilyen szép, fényes, és mintha üveg lenne, üvegebbe lenne vonva. Biztos, hogy emlékeztek, milyen volt. Ha nem, a másik videóban meg tudjátok nézni, ez az asztal, ugyanilyen szép, az a másik, az a kinti asztal lesz majd. Erre ugye még fel kell csavarozni azt a hecsnit, vagy minek mondják, amivel be lehet zárni, a lábat, meg hasonló dolgokat, de a kérdésem hozzátok a következő, hol van? Pecázunk! Nem ma pecázunk, de fogunk menni pecázni, és a hajó lassan mire elkészül, úgyhogy annyit kell majd vele csinálni, hogy kivinni és élvezni. És menjünk pecázni. Én az életben én nem pecáztam, de van 2 vagy 3 pecabotom, és nem tudom, hogy melyik mire jó. Vagy minden pecabottal lehet pecázni mindenre, vagy ez hogy működik? Az a kérdésem, hogy kell horgászni. Várjál. Hoppá. Van nagyobb, van kisebb. Például van itt ilyen nagyobb. Nem tudom, hogy ez milyen. Látod? És vannak hozzá. Ez különböző méretű, a másik kicsit nagyobb, ez egy kicsit kisebb. Én szerintem az gyerekméret, nem? Vagy ez megvan adva, hogy milyen halra, hogy kell horgászni, vagy hogy működik ez? Vagy miért van nagyobb pecabot, meg kisebb pecabot? Tehát, hogyha bedobod a kisebb pecabotot, vagy a nagyobbat, honnan tudod, hogy milyen halat fogsz le kifogni? Vagy hogy működik ez? Amúgy van csalim, ami nem tudom, hogy hol van, de van. Ez a műanyag. Azt is lehet használni pecázásra, ugye horgászásra, ilyen kicsi halacska. Legalábbis úgy néz ki, mint egy halacska. Vagy arra kell valamit rakni, vagy mit kell csinálni, vagy kell venni kukacot, vagy rárakod a kukacodat csak, és azt dobod be, vagy nem tudom. Ha valakinek van ötlete, vagy kedve, ide a videó alá, nyugodtan írjátok meg, hogy kell horgászni. Tehát fogjuk a pecabotot, de nem akarok kimenni a vízre, és ugye nem értek hozzá, de mit csinál, kimegyek a vízre, fogom a pecabotot, rárakom egy kukacot, és bedobom, és várok, vagy mit csinál, vagy ki kell húzogatnom, vagy mit kell csinálni. Láttam embereket amúgy horgászni, de csak gondoltam, hogy megkérdezem tőletek, hát ha valaki, biztos, hogy van valaki, aki nálam jobban tudja, ugyanis én nem sokat mindent tudok róla, de gondoltam, hogy ha már van hajunk, meg pecabotunk is, akkor próbálkozunk meg ugye horgászással. És nem tudom mikor, valószínűleg jövő héten majd meg fogunk le próbálkozni, csak mindegy, hogy milyen abot, meg mit rakjak rá, kukacot rakjak rá, vagy kukoricát, vagy azt is láttam, hogy kukoricát szoktak rá rakni, vagy kenyeret. Vagy mivel kell horgászni. Na ugye, valakinek van ötlete, ide írjátok meg, mindenkinek előre is meg szeretném köszönni, csak közben kapcsolom a tévét, és megyünk, ugyanis még van egy olyan egy óránk, még mielőtt el kell menni a Lucasért, meg az óvodába, a Davisért, aztán mit viszünk? Napszemegemet. Úgyhogy nagy véletlen belessen a vízbe. Amúgy képzeld el, írtam a YouTube-nak, ugyanis a gombom még mindig nem jött meg, ez a YouTube, ugye elértük a 100 000-et, és elfelejtették, de azt mondták, semmi gond, kaptam egy ilyen kódot, azt beütöttem, és kitöltöttem, hogy hova küldjék ugye a nevet, mindent, úgyhogy azt mondták, hogy 1 vagy 2 héten belül meg fogom kapni ezt a YouTube gombot, az ezüst gombot, ugye elértük a 100 000-et, rettenten örültem, úgyhogy nem sokára megérkezik, és együtt fogjuk kibontani. És megnézni, hogy milyen ez a gomb. Igazi ez is, vagy nem? Na minden, majd meglátjuk. Aztán mit akartam még mondani? Nem tudom, valamit akartam mondani, de most kiment a fejemben. Majd biztos visszajön bele, azt majd elmondom. De addig is húzom a cipőt, megkeresem a feleségemet, ugyanis nagyon csönd van. Nem tudom, hogy hol van, lehet, hogy kint van, az udvarom, hogy hol van.
aztán gyorsan megyünk. Amúgy már elég meleg van, 31 fok, képzeld el. Holnapra még melegebbet mondanak egy picivel, aztán utána jön a kicsit a leülés, ugyanis valami vihar jön és egy kicsit leül a levegő, de aztán ugye megint melegszik. Várj, mutatom, hol vagyunk. Itt vagyunk a víz mellett, megyünk a kikötő felé, nem tudom, annyit nem most látni, mennyit nem a vízből. De talán innét egy kicsit többet lehet látni. Vannak egy páran ki, van pár hajók innen arra felé. Az a park meg képzel, le van zárva, ugyanis valamit alakítanak át, de hogy mit fogalmam nincs. Itt szoktunk amúgy kijönni. Ebben a parkban mostanában biztos, hogy nem fogunk menni. Mindjárt odaérünk, megmutatom, le van kerítése. Vessen látni. Mit lehet egy parkban csinálni? Biztos, hogy nem a mászókától, azt itt hagyták kint, de ez a része az egész le van zárva. Hogy mit csinálnak, fogalmam nincs. Átmegyünk a hidon. Nem itt szoktunk kijönni ez a híd alatt. Ott, onnét, arról. Készen vagyunk, legalábbis nem vagyunk kész, de itt vagyunk a hajón. Várjál, mutatom neked, felraktam ezt a biminét, hogy ne süssen be a nap, ugyanis rettentően süt a nap. Így legalább van egy kis árnyék itt ben. Levettem az ajtót, itt a rendes, csak a fejjel lefelé van. Képzeld el, fúrót nem hoztam, és nem tudom ráfúrni a zárat. Úgyhogy most haza kell mennem, és valószínűleg visszajövök apukámmal, hogyha ráér, ráfúrjuk a zárat. Mondjuk pont bemegy oda, és be tudom zárni, addig nem fogom tudni bezárni. Amit tudom, mit felejtettem el? Ezt lesztájnolni, lekenni. Ugye ezt két órát majd meg kell csinálni, az asztal megvan. Az asztal lábat nem hoztam el, azt is rá kell rakni, azt is otthon felejtettem, bár ezt le kell vágni méretre, tehát tudtam, hogy ezt méretre kell előbb ugye vágni, de nem hoztam el, otthon felejtettem, úgyhogy azt is visszahozom. De így néz ki az asztal. Nem tudom, ki emlékszik rá a rózsaszínre, narancsra, hogy milyen volt a narancs. Szerintem jobban néz ki, mint az a narancs asztal. Amit le kell még cserélnem, azt a... Látod a csavart, ugyanis egy kicsit rozsdás, azt elfelejtettem olyat venni, hogy olyat kell vennem kettő darabot, hogy szép fényes legyen. Vagy nem is fényes, legalább ne legyen ilyen rozsdás, ugye. Aztán az ajtót addig oda beraktam, a régi ajtót. Csavarokat ott hagytam. Úgyhogy azt hiszem megvan minden. Ezt leraktam, ezt a szőnyeget ide leragasztottam. Amit kell csinálni, az ollom nem volt a legjobb, és ott a vége, látod, nem pontosan egyenes, úgyhogy kell hoznom egy ilyen vágó valamit, hogy le tudjam rendesen vágni, úgyhogy az is kész van. Lassan-lassan elkészül. Még kell ugye egy pár dolgot csinálni, a kinti asztalt azt nem hoztam ki, azt, hogy meg kell csinálni, az nincs kész, azt nem is akartam elhozni, és most nem zárjuk be, nem is, hogy el fogják vinni. Amúgy a motor is ott van rajt hátul, azt se vitték még el, szerintem nem is fogják meg, amúgy 24 órában nézik ugye itt a kamera mindenhol. Meg sokszor jönnek emberek, akik itt dolgoznak. Mikor itt voltam jó párszrap, és jöttek, nézték, hogy mit csinálok ugye a hajón, hogy valaki el akarja lopni, vagy valami. Úgyhogy nem hiszem, hogy el fogják vinni. De lassan készül. Még lehet, hogy egy takarót kell oda venni, egy kicsit kényelmesebb legyen, azt még nem vettük. Aztán lassan ennyi. Azt mondom, hogy bezárjuk ezt a tetőt, aztán megyünk felvenni a Lukaszt meg a Davist. Felvettük a Lukaszt, szervusz, hol vagy? Na mi helyzet? Semmi. Milyen volt az iskola? Jó. Jó volt? Az iskola az mindig jó. Legalábbis Niklasz van. Akárszor megkérdezem, milyen volt az iskola, az mindig jó volt. Jó. És sose volt olyan, hogy ne lett volna jó. Ami, mi volt tegnap? Mi? Mi az, hogy mi? Hát iskola buli volt tegnap, te! Én olyan sokat berúgtam. Berúgtál? Ja, berúgtál. Én elfejtettem mindent. Ja, annyit ittál mi. Tegnap volt, mikor 7 órakor, nem, 7 óra 15-kor kezdődött. 7.15 végezett 8.40. Ja, 8, ja, volt az 9 óra, és én már majdnem elaludtam. Nekem kellett elmenni, felvenni, és nem tudom, nagyon álmos voltam. Még régebben, na minden, régebben jobb írtam a bulizást. De most kidobtam, nem kidobtam, kiraktam a Lukaszt. 9 órakor meg, ja, kidobtam. 9 órakor elmentem érte felvenni, de én majdnem elaludtam, komolyan mondom. Ugye amikor dolgozok átlában, van, hogy a tévé lett ugye 9.30-kor, vagy már 9 órakor elbóvisklok egy kicsit, de minden, nem felejtettem el, azért elmentem felvenni, nem? Nem hagytalak ott. Ne. Meg mondtam neked, hogy ha holnap nem akarsz menni iskolába, akkor nem veszlek fel tegnap este, és csak ott maradsz. Mert akkor már ugye ott fél az iskolába, és azért nem kellett volna menni. Érted, mit mondok? Na, jó, minden. Nem, minden. Szerintem vicces volt, nem? Nem volt vicces? Na, nem baj. Úgyhogy megálltunk egyet, a Lukaszt felvették, a feleségem gyorsan befutott ide, a közeli közértbe vesz kenyeret, ugyanis azt nem vettünk, nézd, mennek a gyerekek hozzá az iskolába. Aztán megyünk a Davis-ért és felvesszük az óvodából, hazamegyünk, ebéd,
és felveszem apukámat valószínű, hogyha ráér, aztán furunk egyet, meg lehet, hogy levágjuk a lábát az asztalnak, ugye visszamegyünk hajóra, és hazamegyünk, nem tudom, mit csinálunk. Holnap mit csinálunk? Dolgozok reggel, de után lehet, hogy valahol elmegyünk, vagy kiviszik a hajót, attól függ, mert mondják az esőt. Bár most látod, egy felhő nincs az égen sem erre. Valószínű, hogy azért jön a vihar, nyomja maga előtt ezt az időjárást. Na várja. Na. És óvoda. Meg is érkeztünk. Ott van bent, ott vannak a gyerekek, valamit nem lehet látni. Bent a kerítés mögött, be vannak zárva. Itt álltam a parkolóba, csak bement a feleségem, mondjuk össze, én itt voltam az autóba. 3 óra 25 van, amúgy addig vagy az óvodában, ameddig akarsz. Kivéve 6 óra után azt hiszem, hogy extrát kell fizetni. De ilyenkor 2:30-kor felébrednek, utána azt hiszem játszanak egyet, aztán uzsonna van 3 óra, 3 óra 15, úgyhogy lehet, hogy még mindig uzsonnázik, attól függ. És akkor veszed fel, amikor akarod, tehát nincs időhöz kötve. Akkor reggel behozhatod mondjuk 9-re, 10-re, hazaviheted 11-kor, délbe, amikor gondolod. Tehát jöhetsz, mehetsz, de az egész napod akkor is ugye ki kell fizetni, mindegy, hogy mennyit van itt. Na minden, hazamegyünk, amint megérkeztek, és nem ebédelünk, ugyanis én már ebédeltem, de a többiek majd ebédelnek. Ott jönnek, oda nézzél. Hello! Na, filming at me! Yes, I'm filming at you. How was Kindi? Milyen volt az óvoda? Jó? Oh, I miss you too. I'm daddy. Mami too. Én is hiányoz. Te is hiányoztál nekem. Mit csinálsz? That's okay. Mindegy, menjünk haza. Az az óvodás sapkája. Készen vagy, Lukasz? Yeah. Cipőd. Megvan mindened. Úgyhogy megyünk a szüleimhez. Aztán megvan minden. Összeszedtem a csavarokat. Viszem a lábat, ugye le kell fűrészelni. Más azt hiszem nem kell. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem kell. Viszem a napszemüvegemet. Viszem a kamerát, a pénztárcámat, a kulcsot, a telefont, ugye? Ja, megvan minden, hogyha mehetünk. Kész van az ajtó, mutatom. Oda nézzél. Látod, felfúrtuk, és majd záródik, hogyha minden igaz. És ez az új ajtunk. Ez pedig a régi ajtunk. Hogy látod, el van korhadva. Nagyon régi. Még ez a két darabból van. Oda néz. Ezzel lehet látni, hogy milyen. Látod? Itt az alja, hogyha fókuszál a kamera, és nem fókuszálna. Látod, ilyen csúnya. Ez pedig az új. Szerbusz. Most pedig csináljuk az asztalnak a lábát. Itt a, látod, olyan pici áll itt a fúrógép, ott a vágógép. Csak nincs elég helyünk. Ott a lába. Valamit már vágtunk le belőle. Ez meg a külső lesz majd. Jön apukám is ki, hogyha kifér. Aztán, mit ezt? Vágunk le belőle, ugyanis az olja nem egyenes, és az asztal nem egyenes nála állítólag. Ott lesz a lába. Látod, úgy fog hajulni. Végül ez egy ajtónak a tudod, az ajtó, amivel csukódik. Itt egy csomó. Oda belefurunk, azt belecsavarjuk, és hogyha kivesszük, ugye innét kivesszük, akkor be lehet zárni. És vagy oda, mondjuk oda le nem tud menni, de el tudjuk rakni a másik, az meg pont ide befér az a narancsára, és akkor lehet benne majd aludni. Csak, hogyha kiáll a lábak, ugye nem tudjuk ide rakni se valami sok, minden van itt hátul, nézd, itt vannak a jackik, ott van egy felfújhatós csónak, aztán mi van még itt a más többi jacki, sok érdekes dolog ezen az oldalt, meg mi van, csak a vödrünk van ott, meg a másik motornak a tartója, külső tartója. Tessék itt a csavar. És mutatom, kész lett. Csak hát nem jövök, ha le nem esek. Várjál. Oda nézzél, itt van az asztalunk, és ott a lába. Tehát ha ezt így felemeljük, várjál, mutatom alulról. Látod? Ha felemeljük, akkor ez itt be tud oda záródni. És ki tud ide nyitódni. Kész. Szerintem jó lett. Ja, szép, jobb, mint a narancsárga. Ahogy mondtam, szépen megcsináltam a tetejét. Nem tudom, a kamerán mennyire lehet látni, mennyire nem, de ahhoz képest, hogy milyen volt, szerintem jól sikerült. Szép, fényes. Úgyhogy most megyünk és csináljuk ezt a nyitót itt, ami itt van a fejem fölött, hogy ne essen be a víz, már beszigeteltük. Ugye ezt itt fel lehet látva nyitani. És rakunk rá egy ilyen gumit,
amit le tudjuk kötni kívülről, hogy csak egy rákasz, és a szél nem tudja lefújni. Ugyanis nem volt rajta gumi, és mindig kinyílott, meg bezáródott, mikor nagyon fújt a szél. Úgyhogy azt most még megcsináljuk, azt hiszem. Tessék! Na, ezt raktuk ide, látod? Meg azt most rakjuk oda le, belecsavarozzuk, és ezzel át fogjuk kötni, hogy ez ne tudjon, ugye a szél ne tudja felemelni. Várjál, mutatom. Hát, ha leszigeteltük ezzel, ugyanis itt van egy luk, hogy arra ki tudja ezt az egészet tolni. Csak az volt a baj, hogy ha nagyon fújt a szél, akkor ez mindig feljött, meg beázott. Úgyhogy ezt most vissza lerakjuk, csak megvárjuk, hogy ez be nem megy. Itt a csavar. Jó. Úgyhogy ez biztos, hogy jó lesz, és meg fogja tartani. Ez ilyen gumis vitorlához van általában, hogy le kell tudod kötni, és kész van. Oda kötöttük a vitorlának a tartójához, és most a szél nem tudja felemelni. Nem? Nem tudom. Hát reméljük, hogy nem. Attól függ, hogy kötjük le. Vagy így, vagy úgy. Azt meg oda az elejére max. Hát úgy jön ez megint. Nem hiszem, hogy ezt fel fogja emelni a szél. Ez mi, mine! No, it's mine. Hazaérkeztem. Na, mi a helyzet? Oda rádulsz. Na, most nem más fogunk csinálni, mint játszani fogunk a Fortnite-tal, ugye? Miért? Nézd, mit csinál. Tölt. Ez veszel te? No. Szóval a hajó lassan készül, ugye minden nap, majdnem minden nap, ugye munka után kimegyek, vagy kimegyünk apukámmal, és valamit mindig próbálunk rajta csinálni, mindig van egy fél óránk, egy óránk, úgyhogy lassan-lassan elkészül, még kell csinálni rajta egy jó pár dolgot. A következő nagyobb dolog lesz az a hátsó asztal, ugye megint oda kell fúrni, meg lábat csinálni, meg minden a dolgot, aztán majd lefestjük, nem tudom, hogy mikor ugyanis, ugye most jön a nyár. Ja, ott repülsz lefele. Jön a nyár, nagyon-nagyon meleg lesz. És... Jó, jó. Nagyon meleg lesz, és... Okay. Kint a napon ugye nagyon nem tudjuk festeni, de hogyha kicsit ilyen felhős idő lesz, akkor majd lehet, hogy nekiállunk. De a festésnek szerintem kell egy fél nap legalább, ugye, hogy le tudjuk festeni. Nem hiszem, hogy kivesszük a vízből, bár lehet, hogy kivesszük a vízből, és úgy festjük le, vagy lehet, hogy a vízen festjük le. Csak le kell megint szedni azt a, amit ugye múltkor ráraktunk, azt a nap ellenzőt, meg egy pár dolgot le kell róla ugye szedni. A felső felét lefestjük, aztán majd kiveszünk a vízből, le akarom magasemású ilyen lecsinálni az olajat, ugye megtisztítani, mivel nincsen lefestve az olaja, tehát ezek a kis kagylók ugye kezdenek majd rámenni idővel az aljára rátapadni. A múltkor, amit kivittük és kezdve az egészet letakarítottam, nem volt rajta egy kajdlósa, csak ilyen kicsit ilyen zöldes volt már az aljat, hogy az egészet letakarítottam, de valószínűleg rárakom az utánfutóra, kivisszük és ilyen magas nyomásúval le fogom mosni az egész alját. Aztán majd az alját is le fogom festeni valamikor. Szép lassan! Ugye nem akarjuk nagyon elkapkodni. Most lassan meg lesz minden és ki tudjuk vinni majd ugye hétvégenként. El fogunk tudni menni úszni, nem hiszem, hogy ki fogunk aludni, bár lehet, hogy egyszer kinalszunk. Ha más nem, a Lucas-szel ketten, a Davis nem hiszem, hogy ott fog aludni, főleg nem a feleségem, biztos nem fog rajta aludni, de ma megvárjuk. Ja, ja, nézd, hol van? Ott a medencénél. Mi csinál? Iszol valamit? Mi csinálsz? A kinkinek. Ja, iszol. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni. Jó, attól függ, hogy mikor nézzétek, azt szoktam mondani. Sziasztok!